most akkor kilátózunk megint egy kicsit, mert hogy tovább folytatjuk az Épüljön kilátó a Gettén című műsorunkat. Bihari Antal az következő válaszlevelet küldte a Pilisi parkerdő vezetőjének. Tisztelt vezérigazgató úr! Most a Szent István díj alapítójaként fordulok Önhöz. Az alapítvány különös figyelmet fordít kulturális örökségünk megőrzésére, megemlékezések szervezésére és azon emberek díjazására, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az összmagyarság érdekében. Az ország nagy történelmi sorsfordulójának megemlékezésére készül. 2020-ban emlékezik meg nemzetünk várhatóan nagy érdeklődés mellett a gyalázatos trianoni békediktátumról, melynek következtében a történelmi Magyarország kétharmadát elszakították, és létrejött egy csonka ország, melyet saját nemzettestvérei vesznek körbe, a világon szinte egyedülállóan. Javaslom, hogy a Gete-hegyi kilátó sziluettje első látásra egy nagy, T betű legyen, mely Esztergom, az ezer éves város, a keresztény Sion, Magyarország bölcsője felé néz. A nagy T betű függőleges szárának szélei tovább folytatódnának, tehát egy törött csonk lenne, mely szimbolikusan tovább folytatódna krómcsővel vagy egy kvadrát szerkezettel, ami végül egy keresztet vagy kettős keresztet alkotna. Az emlékmű talapzata Nagy Magyarországot ábrázolja, és ahonnan az emlékmű szinte kinő, az a Gete, de főleg a keresztény állam, Szent István király születésének, keresztelésének és uralkodásának székhelyének a helyszíne lenne. És hogy értsék, hogy mit szimbolizál ez a nagy T, és mit láthatnak benne az emberek, nos, Trianont, a ránk kényszerített békeszerződés helyszínét. Egy tízest, ugyanis ennyi felvidéki polgármester írta alá a támogatást. Temesvárt, az erdészképzés elindulásának székhelyét, Tónit, Bihari Antal a kezdeményező, és az édesapját az erdészkartársak így becézték. Természetjárást, a Csolnoki természetjárókör kezdeményezését, tárnákat, a Csolnoki bányász hagyomány őrző egyesület csatlakozását az ügyhöz. A nagy T egyébként a vasbeton függőaknák egy részének sziluettje. Aztán településeket, Tokod, Tokodaltáró, Tát, a saját falujuk kezdőbetűit látnák bennük. Tábor, a mai Esztergom kertváros tele van a jelenlegi határainkon túleső városok utcaneveivel. Testnevelés, sportot, Magyarország első sílesikló versenyét a Getén rendezték meg, ezt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják. A T még egy ugye nagy kereszt, melyet nagy keresztény ünnepekkor ki lehet világítani, és ugyanez a T egy nagy kettős kereszt, melyet nagy nemzeti ünnepek alkalmával és június 4-én szintén ki lehet világítani. A sziluett kivilágítása mára a LED technológiával nem jelent gondot, egy akkumulátor vagy napelem ezt megoldja. Jankovics Marcell, a kuratórium elnöke, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, az MMA alelnöke szívesen adja nevét az ügyhöz, mivel nagyapja 1914 és 1920 között a Magyar Turista Szövetség társelnöke volt. Ezt is most tudtuk meg. Nos, ez a levél 2017. április 16-án, kelt húsvét vasárnapján Bihari Antaltól, a kuratórium tagjától és alapítójától.